Ezeket a bizonyítékokat annó még a családom védelme érdekében készítettem, amikor megtudtam, hogy ez egy maffia állam, amiből nagyon nehéz kiszállni. Nyilván a családomat most már nem tudom védeni, de az országot még megpróbálom. Ezek szerint ön készítette ezeket a hangfelvételeket? Én készítettem a hangfelvételeket. Szerda délelőtt a fővárosi ügyészségen kezdte a napot, Magyar Péter Varga Judit egykori igazságügyi miniszter volt férje, akit a Völner Sadül ügyben hallgattak meg tanúként. A Völner Sadül ügyben hallgattak meg itt a központi nyomozóügyészségen. Négy óráig, vagy több mint négy óráig tartotta a kihallgatásom, amiről megkaptuk a jegyzőkönyvet, amit közösen aláírtunk. Egyébként kép és hangfelvétel is készült a kihallgatásomról. Nagyon hosszú volt a kihallgatás, sok körülményre és előzményre kiterjedt. Igazából három állítást tudok önökkel megosztani, amit én az ügyészséggel megosztottam, ebből kettő már nagyjából ismert. Az egyik az, hogy Sadl György Rogán Antal propagandaminiszter embere volt. A második, amit szintén elmondtam a sajtóban, az az, hogy már a nyomozás lezárulta, tehát a meggyanúsítás előtt és Sadl György őrizetbevétele előtt fél évvel a kormánynak tudomása volt arról, hogy büntetőeljárás zajlik és titkos megfigyelés, és erről tájékoztatták már fél évvel a meggyanúsítása előtt Völner Pál miniszter helyettest. Hogy konkrétan ki mit tudott és ki kit tájékoztatott, ezt nem tudtam elmondani, de azt a tényt, hogy fél évvel a gyanúsítás és az őrizetbevétel előtt már tudomással bírtak a kormányban arról, hogy titkos megfigyelés zajlik, és erről tájékoztatták Völner Pál miniszter helyettest, ezt el tudtam mondani. Dokumentumot adottál erre? A harmadik és legsúlyosabb állítás én szerintem, amit szintén elmondtam az ügyészeknek, és amit bizonyítani tudok, az az, hogy Rogán Antal és vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat, ami annyit jelent, hogy vagy kivettek belőle dolgokat, vagy kihúztak belőle dolgokat, vagy megmásítottak benne dolgokat. Az ügyészségre legközelebb jövő héten, március 26-án 9 órára vagyok idézve folytatólagos tanúkihallgatásra, és abban állapodtunk meg az ügyészekkel, hogy erre a kihallgatásomra hozom el a rendelkezésemre álló bizonyítékokat, amikkel ezeket az állításokat bizonyítani tudom. Azért nem voltak ma velem ezek a bizonyítékok, mert nem tudtam, hogy milyen ügyben hallgatnak meg az ügyészek, de így, hogy egyértelművé vált, hogy ez a Völner Sadl és társai ügyről szól, innentől fogva nekem elő kell vennem azokat a bizonyítékokat, amik rendelkezésemre állnak, ide be kell hoznom, és nyilvánvalóan, hogyha lehetőségem van rá, akkor nyilvánosságra is fogom hozni ezt, még meg kell beszélnem az ügyvédekkel. Én a két ügyészről tudok beszélni, akik a kihallgatást végezték, nagyon korrektek és objektívek voltak, és bízom abban, hogy a rendelkezésem a bizonyítékok elegendőek lesznek ahhoz, hogy elvégezzék a munkájukat, mi hatalmas ellenszélben ilyen ügyészi vezetés mellett is. Köszönöm szépen! Ezek a bizonyítékok már több hónapja a rendelkezésemre állnak. Azért, mert ezeket a bizonyítékokat annó még a családom védelme érdekében készítettem, amikor megtudtam, hogy ez egy maffia állam, amiből nagyon nehéz kiszállni. Nyilván a családomat most már nem tudom védeni, de az országot még megpróbálom. Ezek szerint ön készítette ezeket a hangfelvételeket? Én készítettem a hangfelvételeket. Nem félek attól, hogy mi történik velem, mert azt gondolom, hogy most már nagyjából elmondtam, amit tudok az ügyészségnek, legalábbis ebben az ügyben, és mindenki tudja az egész ország, hogy vannak bizonyítékaim. Nagyjából azt is megneveztem, hogy milyen bizonyítékaim. Innentől fogva meglehetősen furcsa lenne, ha bármit történne. Én továbbra is azt tudom üzenni Rogán Antalnak, hogy ízítson egy privát repülőgépet, és távozzon egy olyan országba, ahonnan nincs kiadatás. Én Argentinát javaslom, de hogy Csádot választja, az is lehet.